Mondj el valamit a képen. Nekem bejött a legerősebb az Ági terme. Hát nagyon szép, ahogy a sötétből elő fénylenek. Valamit egy kis hírom alól, nem? És amit egy gyóltat tettek. De lehet ülni, és akkor el lehet mondani a kínodat. Az jutott eszembe, hogy pont most fogunk csinálni egy kiállításról fej nélkül, a arc nélküli portrék is lesznek, és ez egy kicsit nekem arra egy ilyen asszociáció volt. Amikor ott van valaki, és mégse látod az arcát, ami alapján viszont mi hagyományosan beazonosítunk. És miért a fal a szobrakat fotózza? Ez egy ilyen új dolog nálam. Így egy éve szobrokat is csinálok. Viszonylag kevés portrét csináltam fotó médiában. Viszont most szoborban csak ez érdekel szinte. Hasonlít az abstrakció a mobiltelefonnal készült képhez, vagy a másik mobiltelefon telefonnal készült képhez. Meg, hogy az egész kiállítás szobrról, plasztika, meg szobrászat, térben való gondolás. Tér most opció triviális képekből összerakva. Egy darab felvétel. És hogy ott vannak azok a sötétre vonalak, a humorit az egy kis takor. Tatabányai erőműben ezek a csőrendszerek. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy hentőnyű. Tetszik a hely. Szerintem nincsen egy jó, nagyon sokkal nagyobb, mint amire számítottam. Nekem vegyes érzelmény. De vegyes érzelmény. Egy valamit tudok ez a mai estéhez hozzáfűzni. Ugye a Latarka hozta az elvált színvonalat.